Magyarországon 1989-ben alakult meg a Máltai Szeretetszolgálat Caritas szervezete. 1993-ra már Bonyhádon is életre kelt a segítőszolgálat, melyet azóta is Súrján József vezet. Az idők során, mondja, megváltozott az adakozási kedv. Amikor majdnem egy ember öltő eltelik már, és megváltoznak a viszonyok a társadalmon belül is, mert azért azt tudjuk, hogy hirtelen a rendszerváltás után rengeteg munkanélküli lett, és ők még viszonylag jól jártak, utána pedig sokan ki tudtak menni külföldre, és az anyagi nyomorúságból valahogy ki tudtak lábalni, de szegények mindig vannak velünk. Ezt maga Jézus mondta, és ezt mi soha nem felejtjük el. Minden alkalommal emlékeztetem Máltai társaimat is. Voltak adományozók is, először idősebbek, tehetősebbek, utóbbi években pedig azt figyelem meg, hogy a gyerekeim korosztálya, mondjuk a 35-40-45 év közöttiek a legnagyobb adakozók. Lehet, hogy ez a viszonylagos bőség, vagy hogy jó anyagi viszonyok között vannak a családok, de ebből a jó generációnyi fiatalból rengetegen adományoznak. Az adományok minősége is változott az évek folyamán. Manapság már olyan ruhák is vannak az adományok között, melyek szinte érintetlenek. Világi keresztény szervezet vagyunk, a tagjaink mindannyian római katolikusok, a önkéntes segítőink között akad más felekezetből is, de mi mindannyian azt valljuk, hogy mi Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, és mi a szolgáló és az alázattal szolgáló keresztény csoport vagyunk Bonyhádon. Meghatódtam, meg is lepődtem. Nem számítottam rá, nem szoktam én kitüntetést kapni, nem olyan családból származom, szoktuk mondani otthon tréfásan. Meghatódtam, és hálás vagyok az adományozóknak, de elsősorban jó Istennek, hogy megadta azt, hogy én magam is régóta krónikus beteg vagyok, hogy így is tudok segíteni embertársaimnak. Itt olyan kiváló közösség jött össze, körül tudok nézni, mert a többiek mind később léptek be a csoportba. Most van egy alapító tagunk, aki már nem aktív, de őt leszámítva feleségemmel együtt, mi 94. októberre óta dolgozunk a szeretetszolgálatban, és ahogy figyelem a mi korosztályunkhoz tartozókat, de a tagság szempontjából mégiscsak fiatalabbakat, hogy szépen lassan betagozódnak ebbe a jó hangulatú, derűs, munkát szerető, munkát kereső és embereket örömmel kiszolgáló csoportba. Nem csak az adományozók sorolhatók be korosztályban jelentősebb számban, hanem azok is, akik segítik a munkánkat, mondja a díjazott. Az a tapasztalat, hogy a nyugállományba vonuló, de még aktívan dolgozni tudó emberek alkotják a Caritas szervezetekben a törzs gárdát. Bonyhádon is majd mindenki betöltötte a 65. életévét. Vannak olyan tagjaink, akik egyedül élnek, és az egyedül létnél a normális, jó lelkiségű társas kapcsolat vagy csoport az egész biztos, hogy gyógyít is. Mi magunk is rászorulunk nagyon gyakran, de ugyanakkor igyekszünk, és mindig mondom a társainknak is, és ettől is vagyunk mi keresztény csoport, hogy naponta többször imádkozunk egymásért, meg az elesettekért, és hogy az ember napi olvasmánya legyen az evangélium, mert ha ezt nem tennénk, nagyon hamar elkopnánk. Súrján József áldozatkész munkájának köszönhetően vehette át a Szent Györgyi Károly díjat.